Sziasztok! Ma a Horizons of Spirit Island-del játszom egy egyszemélyes játékot, és már elő is készítettem. Ez összességében a korábban megjelent Spirit Island egy picit egyszerűsített, olcsósított változata, és ennek a videónak nem feltétlenül az a célja, hogy összehasonlítsa a két játékot. Egyszerűen csak játszom ezzel a játékkal egy egyszemélyes játszmát, és ha minden igaz, hamarosan magyarul is megjelenik majd ez a játék a föld aláthatáron szellemek szigete címmel. No de, bele is vágok, és alapvetően ez nem egy szabálymagyarázó videó lesz, de azért igyekszem közben elmondani, hogy mit csinálok, és így remélem, hogy érthető lesz. Az alaphelyzet az, hogy van itt ez a sziget, aminek egy személyes játékmódban csak ezt a részét fogom használni. Ide raktam a paklikat, hogy egyértelmű legyen, hogy az a sziget rész nincs használatban. És bizony jönnek mindenféle telepesek, akiket felderítik, elfoglalják, rombolják a szigetet. Vannak itt őslakosok, ezek a dahánok, és vannak a szigetet védelmező szellemek, ezek különböző formában jelennek meg. Öt választható szellem van, mindegyikhez tartoznak külön kezdőkártyák. Én most a Rising Heat of Stone and Sand nevű szellemet választottam. A hátlapján van előkészületi útmutató, és az alapján kettes jelenléttel itt kezdem a játékot, ahol legalább kettő jelenlétem van, az szent helynek számít a számomra, és a sziget szellemeként az lesz a feladatom, hogy megóvjam ezt a szigetet a betolakodóktól. Ezek itt a métejek, ezek az ellenségeim tulajdonképpen, mert a megmétejezett földek azok nem jók a számomra. A különböző régiókban látható, hogy hogy kell előkészíteni a játékot. Egy, kettő vagy nulla dahán lehet rajtuk. Ez itt egy település, ez itt egy város. A félelem a barátom, félelmet szeretnék terjeszteni a betolakodók között, és azokkal félelemkártyákat tudok majd hasznosítani. A félelemkártyák alatt pedig különböző ilyen félelemszintek is vannak, és minél nagyobb a félelemszint, annál könnyebben lehet majd megnyerni a játékot. Itt az egyes félelemszinten, amikor még gyakorlatilag nem nagyon félnek tőlem, akkor úgy nyerhetem meg a játékot, hogy egyáltalán nincs se telepes, se település, sem pedig város a táblán. Na most az előkészületek utolsó lépéseként még jön egy felfedezés. Itt van egy ilyen pakli, ahol egyes, kettes, hármas szintű kártyák van, vannak egymásra keverve. A felső kártya az homok, és azt jelenti, hogy minden homokos területen megjelenik egy telepes, tehát megjelenik itt, és itt egy telepes. Na most ez önmagában még nem nagy veszély, de ez azt jelenti, hogy bizony ezek a telepesek építkezni fognak, és későbbiekben bizony rombolnak is. Van négy kezdőkártyám, és van egy ilyen kártya, ami gyakorlatilag kicsit segít abban, hogy az első játékok során milyen kártyákat lehet érdemes használni. Így a kártyahúzások helyett fix sorrendet javasol. Én ezt nem fogom használni, mert szeretnék inkább úgy játszani, hogy véletlenszerűen húzok, és akkor azok alapján döntök, hogy mit tartok meg, de ezeket majd elmondom. Tehát van négy saját kártyám, ezekkel kezdem a játékot. A jelenlétemet jelképező korongok, azok most egy csomó mezőt akarnak, és minél nagyobb lesz a jelenlétem a táblán, annál több dolgot fogok felfedni itt a táblámon, és annál erősebbek lesznek a képességeim. Van lent mindenféle különleges képességem, amit akkor aktiválhatok, hogyha megfelelő ikonokat játszok ki. És van egy alapképességem is. Ez azt jelenti, hogy ahol kettesen jelenlétem, tehát az egy szent hely a számomra, ott a betolakodóknak egyel kisebb az életerejem, de legalább azért egy kell, hogy legyen. Na most a telepesek azok amúgy is egyes életerővel bírnak, tehát azt nem csökkentem, de a települések kettes életerővel bírnak, tehát azt egyre csökkentem, a városok pedig kettes életerővel bírnak, tehát azt kettőre csökkentem, amennyiben kettes jelenléte vagyok ott. A dahán kunyhók pedig mind kettes erővel bírnak. Ez azért lesz fontos, mert azért ők visszatámadnak majd. A szabálykönyv hátulján mindenféle segédlet van, ikonokkal kapcsolatban, célpontokkal, távolságokkal kapcsolatban, és ami nekem fontos lesz, az a gyakorlatilag a fordulónak a sorrendje, és meghatározott fázisokon kell végigmenni. Ez itt a táblán is megtalálható. Hát elsőre kicsi soknak tűnik, de összességében azért jól követhető, hogy mikor mi történik. Úgyhogy bízom benne, hogy nem sokat rontok majd. Bár azért azt hozzá kell tennem, hogy ez nem egy könnyű játék, sem szabályrendszerileg, sem pedig játékmenetileg. Szóval szerintem nem könnyű jól játszani, vagy hát én nehezen játszom jól. De most már bele is vágok. Három fázis van. Az első a szellemfázis ez én vagyok. A második a betolakodó fázis, ez gyakorlatilag a játék, a betolakodók jönnek, és végül az idő múlása fázisban majd egy pár dolgot meg kell csinálni, és a fázisok között vannak gyors, illetve lassú hatások, akkor érvényesülnek majd bizonyos képességek. A szellemfázis pedig a növekedéssel kezdődik. Minden szellemnek a felső tábláján van néhány ilyen vonallal ellátott ikoncsoport, és egy-egy ilyen ikoncsoportot kell aktiválni most. A három lehetőségem közül az egyik az, hogy visszaveszem a kártyáimat, hát most még nincs mit visszavenni, szerzek egy új kártyát, illetve kapok egy energiát, ez tehát egy lehetőség. A második lehetőség, hogy legfeljebb három távolságra, egy jelenlétemtől három távolságra, egy-egy újabb jelenlétet rakhatok le, de ez mindenféleképpen vagy hegy, vagy homok mezőre kell, hogy történjen. Ezzel tehát újabb mezőket fedhetek fel, és terjedhet a jelenlétem itt a táblán. A harmadik lehetőség pedig, hogy kapok egy kártyát, egy távolságra lesz egy jelenlétem, és plusz két energiát kapok. Itt a jelenlétre vonatkozóan nincs megkötés, tehát akkor itt mehetek gyakorlatilag uh, ilyen, uh, nem a mocsaras, meg uh, erdős területre is. És ugye azt látom, hogy majd az építkezésnél homokra fognak építkezni ezek a telepesek. Úgyhogy első körben ott lenne jó valamit csinálni. Jó, én a harmadik lehetőséget fogom most választani, tehát kapok egy kártyát, ilyenkor el kell döntenem, hogy ilyen kisebb erőkártyát vagy nagyobb erőkártyát kapok. A nagyobb erőkártyák erősebbek, de költségesebbek is, és el kell dobnom egy saját kártyámat, ha megszerzek egy nagyobb erőt, úgyhogy először kisebb erőt szerzek. Húzni kell négy kártyát a pakli tetejéről, egyet meg kell tartani, a többit pedig el kell dobni. És én ezt fogom megtartani, a többi hármat eldobom, és akkor egy öt kártyám lesz a kezemben, a következő lépésben egy jelenlétet lerakhatok valahova. Én azt mondom, hogy elindulok ebbe az irányba, és ide rakok egy jelenlétet. Balról az elsőt kell levenni valamelyik sávról, és szerintem az alsót fogom levenni. Ez annyiban fog változtatni most a helyzetemen, hogy egyébként egy kártyát játszhatnék ki, de most már kettő kártyát játszhatok ki, tehát mindig a legnagyobb értéket kell figyelembe venni. És kapok még kettő energiát, tehát, tehát ezt a növekedés lépést végrehajtottam. Következik az, hogy energiát kapok. Ilyenkor a fölső sávot kell figyelembe venni itt, és annyi energiát kapunk, amennyi a legnagyobb érték. Tehát most egy energiát kapok, de ha így lenne, akkor három energiát kapnék. Így most tehát mindössze még egy energiát kapok. És a következő lépésben kártyákat játszhatok ki. És akkor úgy döntöttem, hogy ezt a két kártyát játszom ki. A kártyák energiaköltsége a bal felső sarokban látszik, tehát elköltöm mind a hármat, és kiátszom ezeket a kártyákat. A kártya még igazából nem történik semmi, ugyanis a kártyáknak van valamilyen hát, euh, sebességük, vannak a gyors hatású kártyák, és vannak a lassú hatású kártyák. A kártya után pedig a gyors hatások érvényesülnek. Meg is nézem, hogy mi ezen a kártyán a gyors hatás. Egyrészt egy félelmet generálok, tehát azt jelenti, hogy innen egy félelmet áttolok ide. És a célpont mezőn ami kettő távolságra kell, hogy legyen egy Szenthelyentől, ettől a Szenthelyentől kettő távolságra van ez. Oda egy ilyen jelölőt rakok jelzésképpen, hogy ott van valami hatás, és ott ki kell hagyni egy rombolás vagy építkezés akciót. Tehát én úgy döntöttem, hogy itt majd kihagyjuk az építkezést, azaz amikor ideérünk, akkor ott nem építkezik ez a telepes. Oké, most ennyit tudtam tenni, a többi kártya kezemben marad, következik a behatolók fázisa. Azt mondja, hogy először is van a félelem, sajnos nem sikerült félelemkártyát szereznem még, úgyhogy ez most kimarad. Van a rombolás, még nincs itt kártya, úgyhogy ebben az első fordulóban még nincs rombolás. Viszont jön az építkezés, tehát szépen haladunk sorban. Az építkezésnél minden olyan terület típuson, amit a kártya kijelöl, építkezés történik. Ha nincs ott település, akkor település kerül oda. Tehát egy ilyen kétházikós jelölő. Ha pedig már lett volna egy település, akkor város épül oda. Ha van település, meg város is, akkor egy település épül oda, és gyakorlatilag mindig az épül következőnek, amiből kevesebb van, egyenlőség esetén pedig a kisebb. És akkor itt pedig nem történik építkezés a jelölő miatt, ezt most leveszem, a megtörtént ennek a kártyának a hatása tulajdonképpen, ezzel megakadályoztam, hogy ide egy település kerüljön. Ezután pedig a felderítés jön, a felfedezés, és azt mutatja meg, hogy hova jönnek a telepesek. Azt jelenti, hogy minden dzsungelbe jön egy telepes. Na most úgy jönnek be telepesek, hogy amilyen ilyen partmenti, oda mindenféleképpen be tudnak jönni. Illetve olyan helyre tudnak jönni telepesek, ami, amivel szomszédosan van település vagy város, vagy magán a mezőn van település város. Na most sajnos mind a kettőre jön egy-egy telepes, ugyanis ebből vagy ebből a településből tud jönni egy-egy telepes. Ilyenkor mindig egy telepes kerül a kijelölt terület típusra. Ezek mozognak, ami azt jelenti, hogy a következő fordulóban a sivatagi mezőkön a romborás lesz, a dzsungelmezőkön építkezés, és majd megint valahova jönnek telepesek. Szóval így egy kicsit romlott a helyzet. Na, ennek a lassú hatások, és ezen a kártyán van lassú hatás, egy szent helyentől egy távolságra, legfeljebb egy távolságra, de mindenféleképpen dzsungel vagy ilyen mocsári terület kell legyen, vagy két sebesülést okozok, vagy eltávolítok egy métejt. Hát az egy métej eltávolítása nem fog működni, mert csak itt van métej, és az nem ö, dzsungel, és nem is ö, mocsár. Úgyhogy ö, gyakorlatilag vagy itt, vagy itt, vagy itt tudok két sebesülést okozni. Most ezt lecsökkenthetném, tehát ezt oko okozhatnék neki két sérülést, de mivel három az életereje, egy maradna, és a kör végén, vagy a forduló végén visszagyógyulja, tehát muszáj elpusztítani teljesen valamit egy fordulón belül, hogy az lekerüljön a tábláról, úgyhogy ez valószínűleg pazarlás lenne ide rakni, vagy hát itt érvényesíteni a sebesülést, úgyhogy vagy itt, vagy itt lenne érdemes, és azt hiszem, hogy itt okozok kettős sérülést, elég lenne egy is, de hát ez van. És akkor az egyben azt jelenti, hogy a következő fordulóban itt nem történik majd építkezés, itt viszont igen most a következő fordulóban még arra kell gondolnom, hogy itt lesz rombolás, de az annyira nem érint, mert egy telepes van csak ott, az nem annyira izgi. Itt viszont probléma, mert három erővel is támadnak majd, és nincs semmi védekezésem. Úgyhogy itt valami ki kell találnom. Minden esetre itt ennek a lassú fázisnak vége, és jön a forduló vége. A kiátszott kártyák a dobópakliba kerülnek, és minden sérülés meggyógyulna, most itt nincsenek jelentősége. A következő forduló jön megint kell választanom egyet itt a képességek közül. És nagyon gondolkodom, hogy lehet, hogy tök ugyanazt megcsinálom, de az előző fordulóban talán lenne értelme. Azt mondja, hogy tehát... Ja, de várjunk, csak nem jó, mert ezt a két kártyát jól lenne visszakapnom. Jól lenne visszakapnom, de akkor nem lesz három energiám, hogy kiátszam őket, mert hogy itt csak egy energiát kapnék. Hűha, akkor át kell gondolnom ezt a dolgot. Mert én arra gondoltam, hogy persze tök jó lenne, hogyha hogyha itt kihagynánk mondjuk most ezt a pusztítás, ezt a rombolás fázist, mert akkor azzal megúsznám, csak akkor itt egy energiát kapnék, és amit felveszek, az kiátszhatom ugyan, de kettő energia is fog menni erre, és akkor már csak nullás kártyára lenne lehetőségem, az pedig Hát pedig ezt kell csinálnom, szerintem megyek biztosra. Egyrészt visszaveszem ezeket a kártyákat. Tehát az első ilyen blokk azt teszi lehetővé, hogy visszaveszem az eldobott vagy hát a kiátszott kártyáimat. Kapok plusz egy kártyát, továbbra is ebből a kisebbből választok, és akkor húzok négyet, és abból egyet megtartok. Oké, én ezt fogom választani, nem tudom, hogy most kiátszom, de a többit eldobom. És akkor van még egy energia, ez így jön. És akkor az energiabevételnél sajnos csak egy energiát kapok, tehát most kettőből kell gazdálkodnom. És most játszhatok ki kártyákat, és ott mindenféleképpen kijátszom azt, amit az előbb is kiátszottam. Kettő energiáért, tehát gyakorlatilag nulla maradt. Oké, okay, ez az egyik. A másik, akkor csak a nullások közül tudok választani, ezt azért átgondolom, hogy onnan tudok-e valamit kijátszani. ezt fogom kijátszani, ez nullába kerül, és azt mondja, hogy két energiát kapok. Vagy pedig egy energiát fizete, fizethetek, hogy egy okozzak az egyik területemen. Uh, hát uh, ezt most, ezt most nem tudom megtenni, úgyhogy uh, tovább is megyek a gyors képességre. mind a kettő gyors képesség, uh, és tetszőleges sorrendben hajtatom végre őket. Azt mondja, hogy egyrészt akkor erről a kártyáról kapok két energiát, most ennek nincs nagy haszna, de majd a későbbiekben jól jöhet. Uh, itt pedig egyrészt egy félelem jön, másrészt pedig kihagyok egy, uh, építkezés, vagy pusztítás, vagy ilyen rombolás akciót az egyik területen, és akkor nyilván ez lesz. Ezek voltak tehát a gyors képességek, és akkor jön a félelem, még mindig nincs. Van a pusztítás, na most azt történik, hogy sivatagban történik a pusztítás, itt akkor ez kimarad, mert hogy ez volt itt ez a képesség. Itt pedig megtámadja ez a telepes, a Dahant is, egy sérülést okozva neki, neki kettő az életereje, meg a földet is megtámadja egyes ö, támadással, de így nem történik semmi extra, mert legalább kettes támadás kell ahhoz, hogy métej kerüljön a földre, és az nekem nem jó, de ezt most kivédtem, és akkor a dahán pedig visszatámad kettes erővel, és akkor őt viszont leszedi, és ennyi, ez a dahán pedig majd visszagyógyul a forduló végén. Ez volt a pusztítás, most az építkezésnél, dzsungelen történik az építkezés, itt nincs semmi, itt viszont sajnos Megépül egy település. Tehát ide kell rakni egy települést. És jön a felfedezés, mégpedig a hegyekben. Na most ide is jön egy telepes, hiszen már magán a területen is van egy település. És ide is jön, mert hogy mindig be tud jönni a partmenti településekre, vagy partmenti területekre egy telepes. Tehát ezen a kettő helyen történt felderítés, és akkor ezt eldobom, ez csúszik, tehát itt lesz rombolás a következő fordulóban, és itt lesz építkezés a következő fordulóban. Ezek a lassú hatások, és most van lassú hatásom, ugyanis az van, hogy a kártyák jobb, nem, bocsánat, bal szélén vannak ilyen ikonok, és azokat meg kell nézni, és azok valamilyen erőket felszabadíthatnak. Ez a kettő piros, kettő lila erő, ez nekem jól jön, mert a kettő, kettő, kettő piros, kettő lilával kettő sebesülést okozhatok, de kizárólag telepeseknek, mégpedig a szent helyemtől legfeljebb egy távolságra. De azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk itt, vagy itt egy telepes ki tudok szedni, vagy pedig itt, ahol állok. Azt hiszem igazából nincs egy jelentőség, hogy melyiket választom. Úgyhogy mondjuk megsebzem őt, és ennyi. És akkor a forduló végén pedig hát el kell dobni a kiátszott kártyákat, ezek a, az ikonok már nem érvényesek innentől kezdve, és meggyógyul ez a dehán, ennyi történt, és akkor újabb forduló kezdődik. És szerintem most ezt a középsőt fogom választani, tehát a valamelyik jelenlétemtől legfeljebb három távolságra, vagy hegyre, vagy sivatagba egy-egy ilyen jelenlétet lerakhatok, és akkor azt fogom csinálni, hogy innen kettő jelenetet lerakok erre a területre. Itt most már kettő energiát kapok, tehát lesz nekem négy, és két kártyát kiátszhatok. Ja, kiátszom ezt a kártyát egy energiáért, és kiátszom még ezt a kártyát nulláért, ugye legfeljebb két kártyát játszhatok ki. Nézzük a gyors hatásokat. Ezen van gyors hatás, azt mondja a célpont szellem az egy energiát kap. Ugye lehet másik játékos ilyenkor, sőt ez a kártya jobb, hogyha másik játékos célzunk meg vele, de most egy személyes játékpontban, mi az egy személyes játékpontban én vagyok az egyetlen játékos. Tehát kapok egy energiát, és ha legalább kettő szent helyen van, tehát kettő olyan van, ahol két jelenlétem van, akkor még egy energiát kapok, tehát most már van itt öt energia. Ez ott a gyors hatás. Félelem továbbra sincs, azt mondja, hogy rombolás következik, és hát rombolnak a dzsungelben, itt nem történik semmi, itt 13 három sebesülés osztanak ki. Egyrészt, hát a dehánok kettő életerősek, tehát egy teljesen elpusztul, egy meg megsérül, és sajnos, hogyha legalább kettő sebesülést szenved el a terület, akkor egy ilyen méte is felkerül rá. A túlélő dahánok visszatámadnak kettes erővel, tehát ezt a települést, aminek kettő a az életereje, az, az megsemmisül, és amikor egy település megsemmisül, akkor egy félelem ide kerül. Ez volt tehát a rombolás, Én az építkezés. Na most sajnos ide megépül egy város, ide pedig megépül egy település, és jönnek újabb területre, dzsungelbe jönnek, hát minden dzsungelbe kerül, erre a két helyre kerül egy-egy telepes, tehát ide is kerül egy, és ide is kerül egy. Ezt ezután el kell dobni, ezek jönnek, és így. Egyébként a méteren, hogyha lett volna ott jelenlétem, akkor egy jelenlétet elveszítek, tehát olyan hatása is van. Ez most itt nem történt meg, mert nem voltam ott. A lassú hatásoknál pedig ez érvényesül. Azt mondja, a célpont területen összegyűjthetek egy jelenlétet, tehát egy szomszédos helyről behúzhatok egy félelmet generálok és egy sebesülést. Na most nekem ez lesz a kivászott területem, és azt fogom mondani, hogy, 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 hogy nem hozok be, tehát legfeljebb egy ilyen jelenlétet áthúzhatnék, de nem akarok áthúzni, hanem azt mondom, hogy mivel kettes jelenlétem, egyet csökken mindegyiknek az életereje, tehát ez így egy életerejű, és okozok egy sebesülést, az azt jelenti, hogy ez itt elpusztul, és a kártya miatt is, meg az elpusztítás miatt is kapok egy-egy félelmet. Ugye elfogyott a félelem innen, ilyenkor egy kártya kerül ide, tehát a következő fordulóban végre tudok hajtani végre egy félelmet. És lett még egy félelem, ilyenkor vissza kell tolni ezeket, és egyet még pluszba áthúzok. Oké, okay, ez volt a lassú hatás. Utána el kell dobni a kiátszott kártyákat. Aki megsérült, az visszagyógyul. És új forduló kezdődik. Na most mindössze kettő kártya maradt a kezemben, úgyhogy mindenféleképpen ezt fogom választani. Ja nem, bocsánat, mindenféleképpen ezt fogom választani. Azaz, visszaszerzem a kártyáimat. Húzok egy kártyát, ö, még mindig a kisebbekből választok. Azt 1, egy, kettő, három, négyet húzok. Jó, ezt fogom választani, ezt kézbe veszem, a többit eldobom. És kapok egy energiát, és két kártyát kiátszhatok. Hát nyilván jó lenne kihagyni egy rombolás vagy egy építkezés akciót valahol, tehát ezt mindenféleképpen kiátszom, kettő energiáért. És még kiátszom ezt, hogy majd két sebesülést okozzak uh, egy... Uh, egy dzsungelben vagy egy, uh, vagy egy uh, mocsárban. Hát nagyon nem jöttek még mocsárkártyák, úgyhogy azt most már jönni fognak. Uh, ez ennyi. És akkor nézzük, a Jó, ja, ezt nem fizettem ki szerintem, tehát még egy energiát el kell költenem. És akkor nézzük a gyors hatás, ugye egy szent helytől legfeljebb kettő távolságra egyrészt egy félelem jön, másrészt pedig kihagyok egy pusztítás vagy építkezés akciót. Végre tudnám hajtani elég sok helyen, tehát vagy itt, vagy itt nem építkeznek, vagy pedig itt nem történik a rombolás. Szerintem itt ne történjen rombolás. Csináljuk azt. És akkor ide meg ide építkezni fognak, és hát itt rombolnak, de ezt nem is tudnám megakadályozni ezzel a kártyával. Jó, hát ez ennyi. Aztán most jön a félelem. Most van egy félelemkártya, kártyát, úgyhogy végre kell hajtani. Még az első félelem szinten vagyunk, úgyhogy itt a felső részt kell olvasnom. Azt mondja, hogy minden játékos válaszol egy különböző területet, amin van Dahan, és mindegyikben egy sérülés történik. Nem is rossz, nem is rossz. Nézzük csak! Tehát azt jelenti, hogy választok egy területet, ahol van dahán, és ott egy sérülést okozunk. Na most itt nincs jelentősége. Itt nincs jelentősége. Itt nincs jelentősége. Akkor itt okozunk egy sérülést. Jó, legyen úgy, egy sérülést okozunk itt egy telepesnek. Utána a rombolás. Na most itt nem történik rombolás de itt igen. Hasonlóképpen, mint itt, tehát három sebesülés osztanak ki, egy dahánnak annyi, egy megsérül, ők visszatámadnak, illetve bocsánat, kapok egy métejt még ide, ők visszatámadnak, és ezért egy ilyen település elpusztul, ezért egy félelem jön. Ez a rombolás, és akkor az építkezésnél, hát ide is, meg ide is jön egy település. Húha, nagyon rosszul alakulnak a dolgaim, nem jól játszom. Felfedezésnél sivatagba jönnek. Na most ide is azt jelenti, mert hogy partmenti, meg hát város is van vele szomszédosan, meg ide is jön egy-egy telepes, és itt megint gondok lesznek. Ezt eldobom, így. Na most a lassú hatások, nézzük csak, lassú hatás. Azt mondja, két sebesülést tudok okozni egy szent helyen szomszédos dzsungelnek vagy mocsárnak. Tehát vagy ide, vagy ide tudok kettős sérülést okozni. Hát esetleg ide is lehetne, de sok értelme nincs. Ez egy egyszerűsöd terület, úgyhogy ide legyen. Itt kettős sérülést okozok akkor. Még egy félelmet kapok emiatt, és akkor megint megtelt itt ez a félelem tartalék, és majd jön egy félelem kártya a következő fordulóban is. Oké, ami megsérült, visszagyógyul eldobom a kártyákat, és új forduló kezdődik. Na most mi történik ebben a fordulóban? ide építkeznek, ide építkeznek, az kezd húzós lenni, itt pedig támadnak, támadnak. Na ez a támadás nem érdekes, ezzel nem kell foglalkozom, ezzel igen. Tehát az a baj, ez a három terület necces, tehát támadnak, építkeznek, építkeznek. Jó, szerintem a harmadikat fogom választani, és megpróbálok most egy nagyobb erőt, tehát húzok négy kártyát, megnézem őket, aztán Egyet megtartok, többit eldobom. Jó, én ezt fogom kiválasztani, a többit eldobom. És szerintem ki is fogom játszani. Mert akkor egy területen legalább meg vagyok. Azt mondja, hogy ezt kiátszom. Ja, bocsánat, még azért van itt pár dolog, akkor ezt visszaveszem. És akkor egy jelenlétet még valahol be tudok rakni. Hát az a baj, hogy jó, legyen így, hogy ezt rakom be. És akkor nézzük, hova kellene berakni egy jó kis jelenlétet. Hát lehet, hogy ide rakom, hogy itt is ilyen szent hely legyen. És akkor erre felé még tudjak valamit csinálni majd, hogy olyasmi van. És kapok két energiát. Na most, kiátszom ezt háromért. Ja nem, bocsánat, még az van, hogy kapok két energiát. És akkor most játszom ki végre ezt háromért. Egyrészt. Uh, másrészt pedig, Ja, és bocsánat, a nagy kártyám miatt egyet el kellene dobnom. Uh, Mert hogy hogyha ilyen nagy uh, erőt szerzek, akkor egy erőtől el kell, uh, meg kell szabadulnom. És hát szerintem. Uh, volt itt olyanom, hogy. Igen. Hát szerintem ezt ezt eldobom. Tehát egy te megszólaltam. Egy kártyával kevesebb van emiatt. Jó, hát kijátszom még ezt. Nem, nem lesz erős forduló, kezdek egy nagyobb bajba kerülni. Minden most jön a gyors hatás, és akkor itt van egy gyors hatás, azt mondja, hogy legfeljebb 5 dahánt bemozgathatok egy célterületre, um, és ha legalább egyet mozgattam, akkor ötös erővel védekezik az a terület ott, úgyhogy azt fogom csinálni, hogy ö, hogy ide bemozgatok, ez az a célterület, és ha ja, nem, mert ott kell egy... Oh -oh. Ó, oh, ezt nem figyeltem. Ezt nem figyeltem, ezt a kártyát. Akkor lehet, hogy annyit, annyit fogok változtatni, hogy ezt nem ide raktam, hanem ide raktam, mert ezt a kártyát felhoztam előbb, és utána kell eldöntenem, hova rakom. És ugye az a baj, hogy ez, hogy ez nulla távolságra, tehát ott kell, hogy legyek valahol, ahol ezt használom. Így fog működni, és akkor ez... És akkor ide át tudok húzni egy dahant, tehát átmozgatod akár ötöt is, hogy volt ez itt, ezt félrelögtem. Jó, és azt jelenti, hogy ötös erővel védekezik. Most van egy ilyen, ezt a pajzsot ide rakom, hogy tudjuk, hogy majd a támadásnál lesz védekezés. Ez az a gyors hatás. Utána jön a félelem. Na nézzük, egyes erővel valamit csinálhatok. Azt mondja, hogy minden olyan terület, ahol van dahánom, egyes védekezéssel rendelkezik. Hát, jó, most még nem lett jelentősége, mert nem, nem tudtam, hogy ez lesz, úgyhogy, úgyhogy ennek nincs, nincs igazán most jelentősége. Azt jelenti, hogy itt is plusz egy védekezés van, itt is plusz egy védekezés van, de itt amúgy is van már ötös, úgyhogy ilyen szempontból mindegy. A védekezés azt jelenti, hogy majd a támadásnál gyakorlatilag a védekezés erejét le kell vonni, és csak utána sérül bármi is. Mindegy, ennek most tényleg nem lesz jelentősége, de a, megy a pusztítás. A pusztításnál tehát egyrészt itt van támadás, de csak egyes erővel támad, ami azt jelenti, hogy megsebesíti a dahán, de majd visszafordul, és a dahán meg visszatámadott, ezért őt levettem, tehát ez itt ilyen szempontból most nem rossz. Na most, sőt, ja nem, nem is meg, mert már volt egyes védekezés ugye a félelmkártya miatt, de mondom, nincs jelentősége, mert gyógyulna. Itt pedig gyakorlatilag 5 meg egy hatos a védekezés, ők támadnak hárommal, mindet kivittük, és a visszatámadásnál a Dahán kettő sebesülést oszt ki neki, amivel ő elpusztul, és ezt meg ide áthúzom. Jó. Ez volt a rombolás. Most az építkezés, az most nagyobb baj, mert ide jön egy település. Ide pedig már jön egy város, sajnos ez itt húzós, itt egy város. És akkor még ráadásul megjelennek minden partmentin, tehát megjelenik mind a három helyen egy-egy telepes. Itt is, itt is, és itt is. És hát ugye az a baj, hogy a szentőit építkezni is fognak. Egyre nagyobb a probléma. Az egy elég pont lett itt. E, jó, hát ö, <laughs> kellemetlen. Na jó, mi történik? Lassú hatások. Van egy lassú hatásom, azt mondja, hogy összegyűjthetek a célterületen egy jelenlétet, és ott egy. És akkor van egy félelem, az biztos. Meg egy sérülés. Na most azt, azt fogom csinálni, hogy visszahúzom ide ezt a jelenlétet, hogy ketten legyenek. Ja nem, várjunk, az nem jó. Nem jó, nem jó, átgondolom. Hát azt fogom csinálni, hogy ezt a területet választom. És akkor itt kettes jelenítem, tehát minden egyet csökken. És egy sérülést okozok, ami azt jelenti, hogy ezt le tudom szedni. Ilyen szempontból van értelme. Jó. És tehát ez volt a lassú hatás utána meggyógyul, akinek meg kell, de nincs ilyen, ezeket eldobálom. Ja igen, ez lekerült, és új forduló kezdődik. Hát elég nagy baj van, elég nagy baj van. Fúha, nem muszáj visszavennem ezeket a kártyákat, mert ezek jó kártyák voltak, tehát ezeket muszáj lesz használnom. Kapok egy kártyát, nézzük egy kisebb erőt. 2, 3, 4. Ezt fogom választani, ez egy jó videkező kártya. A többi eldobom, És akkor azt mondja, hogy visszavettem, és akkor kapok egy, egy energiát, kapok kettő energiát, és akkor kiátszott, még mindig csak kettő kártyát, ez a bosszantó. Igazából ezt a két területet meg tudom védeni most a támadástól, de az építkezésről nem fogom tudni megvédeni ezeket. Úgyhogy ezért megint, hát ez, ez nem, nem látom, hogy hogy fogom ezt a játékot megnyerni, valószínűleg se, hogy, de azért próbálkozom, próbálkozom. Azt mondja, hogy szerintem ezt kiátszom mindenféleképpen, ez nulla energia, és mondjuk ezt ki tudom jelölni, hogy négyese védekezzen. Mondjuk kiátszom ezt akkor még, amit az előbb is kiátszottam, háromért. Ezek már most az a jó, hogy gyorsak, viszont így nem tudok lassút kiátszani, előkészít egy kicsit a következő fordulót, de hát ez van. Uh, nézzük meg, hogy itt mi történik, akkor így. A következő forduló az nagyon húzós lesz, tehát most még valamit tudok csinálni, de a következő fordulóban nem tudom, hogy, 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 hogy mi fog történni. Uh, na most, először is az történik, hogy uh, a gyors hatásoknál uh, kettő távolság, jelenítő kettő távolságra kijelentek valamit, hogy öt védekezés történjen. Ezt fogom kijelölni, és azt mondja, hogy ha ez dzsungel, vagy, vagy, vagy ilyen homokos terület, akkor négyel védekezik. Ez így pont jó lesz. Itt pedig azt mondja, hogy mozgathatok legfeljebb öt dahánt. Átmozgatok ide három dahánt. Egy, kettő, ö, hogy van? Három. Jó. Nem is kell annyi várjunk, csak. Honnan jöttek ezek? Így innen talán. Mert hogy ennek kettő lesz az ereje, összesen négy. Akkor kettő dehánt elég átmozgatnom ide. Hol hagyjak dehánt? Így, így lesz. Egy, kettőt. Kettőt mozgatok át ide. Egyet nem. Igen, és akkor azt mondja, hogy ha legalább egyet mozgattam, akkor ötös a védekezésem itt. Oké. Okay. Ez így rendben lesz akkor. És akkor megvoltak a, meg a gyors hatások, jönnek, jön a félelem, nincs félelem sajnos. rombolás, sivatagi területen itt négyes a védekezés, nem rombolnak, viszont a Dahan visszatámad kettes erővel, ez elpusztul. Egy bejön, és hát sajnos már csak a következő fordulóban lesz érdekes ez a félelem, viszont a félelem szint kettesen növekedett, ami azt jelenti, hogy akkor is nyerhetek már, ha maradt telepes, de egy gyakorlatilag ö, település vagy város sincs a játéktáblán. <tosz> hát, <tosz> jó. És ezek visszakerülnek. Mi történt? Ezt megcsináltam itt gyakorlatilag. Itt pedig akkor azt jelenti, hogy védekeztünk, mi volt a védekezés? Ötös a védekezés. Ők 3-4-5-tel támadnak, tehát nem sebesültek meg. Viszont van két dehánom, és mindegyiknek ugye a kettes jelenlét miatt egyet csökken az életereje. Tehát gyakorlatilag 1-2-3-4 sebesüléssel ezek el is pusztulnak. Ami azt jelenti, hogy meghal ez a két telepes innen, illetve mivel város pusztítottam le, kettő félelem is lekerül ide. Jó, oké. Okay. Hát így jónak tűnik ez, ami most történt, csak az a baj, hogy a következő forduló az kemény lesz. Na de ráadásul építkeznek, tehát akkor jön ide egy település, ide is egy település, és ide is egy település, és ezek mind támadni fognak a következő fordulóban, ez a probléma. Ez a probléma. És akkor még a hegyekre ráadásul még jön Uh, felderítő is. Hiha, szuper. Á, van egy ilyen hármas, végre használtam egyszer, még nem örülök, hogy használtam, de a három telepes helyet be lehet rakni egy ilyet. Ha. Jó. Uh, meg volt a felfedezés is. Lassú hatás sajnos nincs. És akkor az idő múlásával gyógyulom, minek gyógyulnia kell, el kell dobnom a kiátszott kártyákat. Jó, ezt fogom választani, hogy kapok egy kártyát. Nézzük meg egy komolyabbat. Egy, kettő, három, négy. Fú, ez nagyon jó, de elég húzós a költsége. Meglátjuk. Ezt, ezt minden megtartom. És akkor valamit ki kell választani, eldobok. Hát ezt fogom eldobni, ez egy ilyen kezdőkártya volt. Lerakatok egy jelenlétet, biztos, hogy innen rakok le, hogy több kártyát játszhassak ki. És, hát nézzük csak... Uh, ide fogom kiátszani, hogy itt dupla legyen, és kapok kettő energiát. Meg kapok még kettő energiát itt, tehát összesen négy energiát kapok. És most három kártyát játszhatok ki. Az egyik biztosan ez lesz, amit most szereztem meg. A másik biztosan ez lesz. Kettő. A harmadik pedig ez lesz. Ez meg egy. Hú! Lenulláztam magam. Na nézzük! Uh, hűha, 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 mit csináltam? Jó, nézzük a gyors hatásokat. Na most azt fogom csinálni, hogy egyrészt ennek a kártyának a hatása az, hogy ö, négy félelmet generált. kettő, és akkor visszamegy, meg még kettő, és kapok egy félelem kártyát ide. Jó. Aztán <kül> A célpont mezőn minden invader akciót figyelmen kívül hagyok, tehát nem is építkeznek, nem is uh, rombolnak, és nem is fedeznek fel azon a területen. <coughs> Lehet, hogy ez lenne, az, ez lenne jó, hiszen itt, hiszen itt duplán rombolnának is, meg építkeznek is, tehát akkor ezt egy duplán ki tudnám használni. Tehát legyen ez a célpontja. Jó. Um, Oké? Okay. Ez ezt tudja, tehát. Igen. Ujjaj, ujjaj, ujjaj. Valahol elszámoltam magam biztosan megint. Azt mondja, hogy jó, ez biztos, hogy egy félelmet generál, és valamelyik, ö, és valamit kihagy vagy építkezést, vagy rombolást. Vagy építkezést, vagy rombolást kihagy. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajj, ajj, 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 ajj. hát... Uh... Most ha itt hagyná ki a rombolást. Az persze jó lenne, de akkor innen viszont lekerülne egy jelenlétem. Az viszont nem lenne jó. Akkor inkább ez legyen az a terület, amit kihagyunk majd. És akkor ezt itt ezt, ezt be kell nyelni. Ez volt a két gyors hatásom. Jó. Oké. Utána következik a félelem. Na most kettő is van, kettes szinten nézzük meg. Hát a szerencsém lesz. Tehát most már a középsőságot kell figyelni. Azt mondja, hogy ah, oh, hát ez hihetetlenül jól jött ki. Szóval different, different, uh, hatos hatós a védekezése minden partmenti településen, és minden építkezés figyelmen kívül hagy, kell hagyni. A, ami, ami várost adna hozzá. Ó, oh, és jó bevétem magam, és az a kártya önmagában megvédett volna. Na se baj, ez, ez azért nem, nem rossz. Uh, tehát ez itt, ez, itt, ez itt szuper, ennél területnél jól jött. És azt mondja, hogy azok a területek, ahol van jelenlétem, kettes a védekezése, és minden szellem egy energiát kap minden szent hely után, ahol van valamilyen behatoló. Tehát nekem ez szent hely van, behatoló, szent hely van, behat... nincs behatoló, szent hely van behatoló, tehát kettő energiát kapok. Hmm, ezek most egész jól jöttek ki. Ez itt hagyom egyelőre, hogy majd azért figyelembe vegyem, de de ez most kicsit menti a helyzetet. Na most akkor nézzük, mi történik, hol voltunk, a félelemnél voltunk. Na most akkor a támadás. Itt azt mondtuk, hogy nincs támadás, mert mindent kihagytunk emiatt. Itt uh, kihajtok a támadást, is, Itt pedig azt mondja, hogy uh, hogy hatos a védekezés, uh, ami azt jelenti, hogy uh, ezek itt négyel nem tudnak semmit sem kezdeni. Viszont a Dahán visszatámad, ez így kettő, és egy félelem lejön, tehát ez ide kerül, és majd a következő fordulóban lesz hatása. Oké. Okay. Uh, tehát meg volt a támadás mindenhol, akkor itt uh, Ugye, kihagytuk, kihagytuk. Tehát az így rendben van. És akkor azt mondja, hogy ö, ö, építkezés. Az építkezés kimaradna ezeken a területeken, de itt amúgy is kimarad. Ide viszont jön egy építkezés, ide jön egy település. Kellemetlen. Jó. Mi történik még? É, építkezés megvolt, felfedezés. A felfedezés is kimarad valahol, ugye? Hol volt? Azt mondja, hogy... Ja nem, hogyha, hogyha, ide történne felfedezés, akkor az kimaradna. Na most itt már duplák vannak, tehát látszik, hogy felfedeznek a hegyekben is, meg a dzsungelben is. Ez durva. Tehát azt mondja, hogy ide biztosan felfedeznek. Tehát ide biztosan. Ebből a városból át tud jönni ide is, meg ide is. És akkor igazából ez egyetlen hely, ahol nem fedeznek fel. Mert ott amúgy is kimarad minden. Fúha, Hát. Egymás után támadnak, majd meg építkeznek a hegyekben. A hegyek igen komoly veszélynek vannak kitéve. Jó, nézzük, mi történik még. Ez tovább. És akkor lassú hatásom. Itt van egy lassú hatásom azért. Azt mondja, a kettő sebesülést tudok okozni. Egy szent helyen vagy azzal szomszédosan, de csak dzsungelen meg. Meg miért vizes helyen. Na most. Hmm. Itt le tudnám venni ezt a várost, mert kettő sebesüléssel le lehet venni a várost. Ja, ezek itt felmentek. És akkor lenne kettő félelem. Ezeket most már eldobom. Ha itt akkor csak egy félelem lenne, viszont itt ugye támadnak majd. Ö, hát, mit csináljak? Legyen le innen a város. Leveszem minden a város. Ugye egy, egyel -egy kisebb az életereje, mert szent hely, és kettős sérülést tudok okozni, tehát legalább egy város, azért kettő félelem jár. És akkor a lassú hatásoknak is annyi. És mi történik még, ha valaki gyógyult volna, vagy mi az, megsebesült volna, akkor gyógyulna, de ilyen nem történt, ezeket leveszem. Hú, 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 hát már nincs sok forduló hátra. Ugyanis veszitek, hogyha elfogynak ezek a métejek, és hogyha itt elfogynak a kártyák, amiben már nincsen nagyon sok, akkor veszítek. És egyelőre elég sok nem lekéne szednem ahhoz, hogy nyerhessek. Úgyhogy ez most egyelőre még nem olyan könnyű. De mondjuk, hogyha még egy félelmet be tudnék szedni, akkor már csak a nagyvárosokat kéne leszedni, és akkor nyernék. Hm, 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 hm. Arra még talán van esély. Arra még van esély. Bár nem állok olyan nagyon jól. Meglátjuk. Tehát most kéne generálni kettő félelmet, az már jó lenne. Ha megnézem a következő fordulóhoz, milyen kártyák vannak a kezemben. Hát, szinte biztos, hogy fel kell vennem a kártyáimat. Igen. Fel kell vennem a kártyáimat, és akkor meg kell nézem, hogy mit csinálok. Jó. Biztos, hogy ezt választom, felveszem a kártyákat, szerzek még egy kártyát. Legyen most az olcsóbbikból, mert hogy. Hát. Nincs olyan sok lóvé, csak kettőt kapok pluszba, Tehát, az előző körben csináltam, hogy ilyen nagyon nagy erejű lapokat játszottam, ez most nem fog menni. Jó, ezt fogom megtartani, ezeket pedig eldobom. És uh, mi történik még? Tehát feltem a kártyákat, uh, kaptam egy kártyát, kapok egy energiát, meg még kapok kettő energiát. Hát nem Cs. úgy érzem, hogy itt megint skippel nem kell, legalább egy. Uh, támadás, bár itt, itt, nagyobb a probléma, mert itt még egy méter kerül rá, meg még egy, mert ha valahol már van méter, akkor az tovább terjed ilyenkor, úgyhogy nagyon minden ezt kiátszom, azt, azt, szinte biztos, hogy meg kell csinálni majd. Köszönöm, szerintem ezt is kiátszom, amit most szereztem, ez egy energiás, és akkor még kettő energiából egy kártyát választhatok, és akkor kiátszom még ezt egy energiáért. Na nézzük meg a gyors hatásokat. Azt mondja, hogy ö, van három hegyem, van három hegyem, itt van a, a sávon is egy hegy, itt is van három hegy. És ez a kártya azt tudja, hogy elpusztít egy telepes, de ha három hegyen van, akkor ehelyett egy települést tudok elpusztítani. Jó, elpusztítok innen egy települést. Jó, az plusz egy félelem. Aztán kapok plusz egy félelmet ennél a másik kártyánál. Tehát ez így, és már a harmadik veszély, vagy mi az a félelem szinten járunk. Ezek visszajönnek. Jó. És valahol kiadjunk egy uh, támadás, vagy építkezés akciót. Na most a támadást kihagyjuk itt, de az építkezést aztán fogjuk tudni. Mert vagy-vagy. Igen. Jó. Ezek voltak a gyors hatások. Oké. Okay. Meg voltak a gyors hatások. Um, Oké. Okay. Azt mondja, hogy... Um, igen, félelem. Na most azt jelenti, hogy kettő félelem is van, elvileg ilyen sorrendben kell végrehajtani őket, ahogy leraktam, és hármas kell nézni. Azt mondja, hogy minden olyan területen, ahol van település vagy város, elpusztítom az összes ö, telepest. Tehát így igen, viszonylag jó. jó. Tehát azt mondja, hogy itt összes telepes elpusztul. Mm. Itt. Az összes telepes elpusztul. Na ez hol volt, most átlőttem, így. Jó. Van még valahol? Itt elpusztul az összes telepes. Jó. Azt mondja, hogy pusztítsak el egy települést városonként az most szerintem nem valósul meg, mert hogy uh, itt lehetne, itt történhetett volna az, hogy ha lett volna a település, és csak azt kiszedtem, tehát most elpusztulna. Hát az alsó része most nem valósult meg, szerintem. Itt pedig azt mondja, hogy uh, ellökhetek bármennyi, uh, egy, egy területet választhatok, és bármennyi várost vagy telepest ellökhetek onnan. Aha, az nem rossz, mert mondjuk akkor meg tudnám akadályozni, hogy... Tehát vagy telepest, vagy települést. Tehát innen ellöketem, csak itt már amúgy is berök, beraktam azt, hogy kiadjuk ezt a fázist. Tehát ettől függetlenül építkezni nem építkeznem. Mi lenne, ha mondjuk innen löknék ki? két telepes és akkor ugye nem történne építkezés legalább, meg a következő körben a rombolás sem, és legalább egy területen nem kéne foglalkoznom. Akkor ezeket kilököm ide. Ez a két telepest ennek a hatására. Jó, oké. Hát egy picit azért jobb a helyzet. Kell, kell kellenek a félelemkártyák, kellenek. Na nézzük. Tehát meg volt a félelem. Azt mondja, na akkor nézzük a támadást. A hegyekben támad, itt nem támad. Viszont itt támad hármas erővel ráadásul, sajnos azt jelenti, hogy ide be kell raknom egy métejt, és elveszítek egy jelenlétet. Az nem kerül ide vissza, hanem kikerül a játékból, tehát ez történik, sajnos ez nem túl jó. És építkezés következik, az építkezésnél tehát egyrészt ide kerül fel egy város. Ugye? Igen. Ide kerül fel egy város. Ide nem kerül semmi, ide felkerül egy település, és ide felkerül egy település. Nem jó. Nagyon nem jó. És akkor még felfedezés is történik, mégpedig minden homokra és hegyre. Fú, ez hihetetlen. Tehát minden homok és hegy. Hát mindenhol el lehet jutni. Tehát homok homok. Uh, hegy. Hegy. Fuha, 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 fuha. És akkor támadás lesz hegyen, 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 és dzsungelben, dzsungelben. Tehát itt, itt, itt. És mindenhol van már métej, Tehát, hogyha mindéket benyelem, akkor az fog jelenteni, hogy az nagyon sok rossz dolgot fog jelenteni. Jó, a lassú hatások között van nekem egy ilyen, nem? Azt mondja, hogy gyűjtsek össze legfeljebb egy jelenlétet, és akkor egy félelem, meg egy sebesülés ott. Ezt leveszem, és akkor csináljuk azt, hogy átjön ide egy jelenlét, és akkor itt újra kettő van. Tehát mindennek egyek kisebb az ereje. Egy félelem, és egy sebesülés, akkor ezt le tudom venni, és akkor az még egy félelem. Ennyi és el kell dobnom ezeket a kártyákat, gyógyulnom, aminek gyógyulnia kell, de nincs ilyen, és nézzük, mit csinálunk. Jaj, bocsánat, és, és elfelejtettem, pici-pici visszajátszás, nem, mert ezt nem szabad elfelejteni, hűha, 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 hát itt egy csomó dolog van. Tehát um, még itt a lassúban nekem van a saját táblámon egy, egy csomó minden, mert hogy elég jól raktam ki az ikonokat, és erre figyeltem is most kivételesen, azt jelenti, hogy van nekem három ilyen piros ikonom, van nekem három lila ikonom, és van nekem három hegy ikonom is, vagy ilyen, ilyen föld ikonom is. Úgyhogy azért itt vannak még dolgok. Azt mondja, hogy, hogy a kettő piros kettő liláért kettő sebesülést tudok kiosztani, míg pedig kizárólag telepeseknek. Vagy szent helyen, vagy az a szomszédosan. Tehát mondjuk itt itt kiszedhetnék két telepest, vagy itt is kiszedhetnék két telepest. Az azért nem mindegy. Az azért nem mindegy. Jó, mondjuk kiszedek innen két telepest. Ó. Oh. Jó. Ja. És akkor van itt egy olyan is, hogy három piros meg két szürkéért, és az is meg megvan három szürkéért, meg két sebesülést osztok ki. Ezt le tudom szedni akkor viszont így, mert ennek egyre kisebb az életereje, mert szent helyen van, és. Uh, igen, és. Uh, és ez kettős és oszt ki, ez azon két félelem, tehát így, így, nagyon jó, már van is egy félelem ott, az majd remélhetőleg valami finom dolgot csinál. És. Uh, és akkor talán most hát kéne még egy piros az, hogy bármi más történjen, de olyan nem nincs, szóval. Uh, Szóval így. Viszont most olvasom, hogy lehet, hogy rosszul csináltam, azt mondja, hogy ezek a hatások ugyanaz a területet sebes, és ugyanaz a területet célozhatják meg. Akkor annyi lesz a különbség, hogy innen vettem le kettő telepest, és akkor innen meg csak egyet tudok levenni, viszont akkor ez a terület teljesen tiszta. Jó. Ennyi volt a különbség akkor. Na most elég sok jó kártya van a kezemben, úgyhogy azt nem biztos, hogy most kellene a kártyákat visszahúzni, hanem inkább jelenlétet kéne növelni, meg energiát szerezni, hogy ez lesz. Hát szerzek még, euh, még egy kártyát, de nem biztos, hogy, euh, hogy már olyan nagyon sok értelme van. Hát ezt elveszem. Kettes védekezés biztosít valahol, meglátjuk, hogy tudom-e használni. Oké, okay, egy... Uh, hmm, 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 hmm. Egy jelenetet rakatok valahova, most az a kérés, hogy inkább kapja plusz egy energiát, vagy inkább kiátszhassak még egy kártyát. Lesz 1, 2, 3, 4, 5. Hmm, hát mind a kettőre jó nagy szükség lenne. Úgyhogy nem tudom, hogy honnan vegyem le. Négy kártyával nem tudom, hogy tudok mit kezelni, hogyha nincs elég energiám. Jó, legyen a kártya kiátszás, és akkor innen leveszem. A jelenléthez és hát, hova is rakjam, hova is rakjam. Um. Berakom, berakom ide, berakom ide. És kapok két energiát. azt mondja, hogy egy, kettő. Jó. Utána kapok kettő energiát. És akkor így összesen 5 energián van. Ez hát ezt tudjuk játszani, ezt a négyest. est Ez erős, és jól jön majd. Kiátszom ezt egyért, nem maradt energián, de még két kártyát kiátszhatok. És hát van két nullásom, úgyhogy azokat kiátszom. Ha más nem a, a, az ikonok miatt, bár most piros ikonból nem nagyon lesz. Ö, hogy van? Fú, nem jön ki jól. Nem jön ki jól. De. Hát jó, nézzük meg így. És akkor nézzük a villám, vagy a gyors hatásokat. Kezdem ezzel. Azt mondja, hogy ha négy a négy félelem kapásból. Így, jó. Aztán valahol kihagyhatom az összes invédőre akciót. Hát az vagy ez, vagy ez lesz, szerintem itt lesz ez. Igen, itt lesz ez kiadjak minden minden akciót, tehát nem is fognak felfedezni és nem is fognak támadni ott. Ja, ezt itt visszatoltam. És akkor azt mondja, hogy ha van kettő lila, meg három szürke ikonom, hát lilából van négy is. És van három, egy, kettő, három. Akkor még négy félelmet generál. Azaz, ez még ide kerül. És az van, hogyha az utolsót is felfedem akkor uh, itt azonnal megnyerem a játékot, tehát annyi félelmet generáltam már nekik, hogy hogy ezzel gyakorlatilag azonnal megnyertem a játékot. De azért talán nem álltam volna olyan rosszul, amúgy sem, mert akkor mondjuk egy területet egyáltalán nem támadnak, itt nem támadnak, itt nem támadnak, itt a dzsungelben támadtak volna, viszont itt van egy olyan kártya, amivel kettes védekezést uh, tudok uh, ide biztosítani, ami azt jelenti, hogy a hárommal támadtak volna, akkor... Um, abból kettőt kivédek, tehát megsebes a dehán de ő elpusztul a visszatámadásnál, itt, sőt, plusz egy támadás után a biztosítani dzsungel, tehát gyakorlatilag, ö, sőt, hát a dzsungelben négyes, tehát meg sem sebesül senki, és ezek, ez, ez, lekerül, kapok két energiát, úgyhogy egész jól felépült itt végül, Hát igen, mondjuk a felfedeztek volna, vagyis építettek volna ide meg ide, de valójában ugye már a harmadik szinten már csak uh, a városokat kellett volna elpusztítanom, tehát igazából, ha itt ezt a várost elpusztítom, akkor megnyerem a játékot amúgy is. És akkor veszíteni úgy veszítettem volna, hogy ha mondjuk egyáltalán nincs jelenlítem már a táblán, akkor azonnal elveszítem a játékot, ha innen az utolsó méte is kikerül, elveszítem a játékot, és hogyha már nincs mit felfedezni, felfedezésnél nincs mit felfednem, akkor elveszítem a játékot. De most akkor ezek szerint ez győzelemmel zárult. Hát nem hittem volna, illetve hát persze nem tudom, mennyi mindent játszottam jól vagy rosszul. Bízom benne, hogy nagyon sok szabályhiba nem volt benne. Taktikai és stratégiai hiba nyilván elég sok volt. Sokkal jobban fel kellett volna építenem a lassú képességeimet, illetve ezeket a lassú saját képességeket nem annyira használtam, nem tudtam jól kijátszani a kártyákat és emiatt, emiatt ezeket ritkában használtam, de amikor használtam, akkor azért jól jöttek, és hát azért a harmadik, második, harmadik szinten már elég jók voltak ezek a félelem hatások, tehát mondjuk, hogyha most eljutottunk volna a félelemig, akkor a harmadik szinten azt mondja, hogy, hogy három életerőig el lehet, el lehet távolítani valahonnan játékelemeket, kivéve, kivéve ott, ahol van város, tehát azért itt gyakorlatilag már rögtön leszethettem volna egy csomó dolgot, amivel ami előrébb kerülök. Annyi, hogy a remove-nál remélem, hogy olyan hibát nem csináltam, hogy a remove azért az nem ugyanaz, a destroy, tehát hogyha valahol úgy szedtem le játékelemet, hogy az remove volt, akkor azért nem kaptam félelmet. De szerintem talán ilyen nem volt. Aki azt mondja, hogy minden olyan területen kimarad az építkezés, ahol van dahán, Tehát az elég jó jött volna ki, mert mondjuk a Sivatagnál nem épült volna semide-semide település. Tehát ez is nagyon jó jött volna ki. És azt mondja, hogy minden játékos átvalíthat egy tetszőleges földről egy telepest vagy egy települést. Szóval, még ha el is jutunk a, a forduló végéig, azért azt hiszem, hogy elég sok minden az én kezemre játszott már itt a játék vége felé. Laj, nagyon lassan indultam be, nagyon lassan építkeztem, és, és nagyon hagytam elburjánzani a dolgokat, de talán valamennyire sikerült azért megfogni, és így a végére egész jól felépült. És hát nagyon szépen köszönöm, ha valaki ezt végignézte, kommenteljetek bátran, bármivel kapcsolatban, sziasztok! Örülök, hogy erre jártál, és megnézted ezt a videót. Amennyiben érdekesnek, értékesnek, hasznosnak ítéled meg, megköszönöm, ha lájkolod, kommentelsz, megosztod, és Feliratkozol a csatornára. Ha pedig támogatni szeretnél, látogass el a d3miplus Patreon oldalára.